Szervusztok, szép estét kívánok mindenkinek, és örülök, hogy itt vagytok, illetve majd most nézem, hogy mikor jelennek meg az első nézők. Gratulálok, az első néző itt van. Csütörtök este van, és most már sokadik, már több mint egy éve egyetlen csütörtököt sem hagytunk ki. Folytatjuk ezt a csütörtök esti beszélgetést. Egyre többen nézitek, tiszteltek meg a figyelmetekkel, és ez azt erősíti bennem, hogy ameddig ez így van, és ti nézitek, ti rám szánjátok az időt, az számomra egy olyan megtiszteltetés, hogyha van miről az adott héten beszélni, és eddig minden héten volt miről beszélni, akkor csütörtök este én is itt vagyok. Mindenképpen megpróbálom úgy alakítani az időmet, a lehetőségeimet, hogy csütörtök este, vagy az irodámból, most annak a ott kialakított kis stúdióból találkozunk, vagy elbeszélek, vagy az otthonokban is kialakítottam egy ilyen lehetőséget. És hát nyilván sokkal korlátozottabb, tehát kicsit korlátozottabb, ha úton vagyok, erre is volt egy-két példa már, hogy szállodából, úton, laptopról tartottam meg a csütörtök estét, de megtartottam. És egyelőre ezt meg is fogom tartani, és ha ráadásul ennyire pozitívan álltok hozzá, hogy ugye nekem mutatja a rendszer, hogy alig egy perccel a kezdés után már 160 néző van, egyidejű néző van az adáson, akkor ezt folytatni is fogom. Megtiszteltetés számomra az is, hogy a rendkívüli bejelentkezések, vagy a bejelentkezéseimet nem csak élőben nézitek meg nagyon sokan, hanem ezt követően is. Megtiszteltetés, hogy megosztjátok. Ebben nagyon sokat segítettek, mert azt is kell tenni, hogy én ezt azért teszem, mert szeretném hinni, hogy a társadalomnak ezekre a tudásra, gondolatokra nektek szükségetek van, és persze a kérdéseitek alapján én is ennek megfelelően fejlődök, és hát nem mindegy, hogy ez 200 emberhez jut el, vagy mint a legutóbbi bejelentkezésem, már, mint ha jól emlékszem, a mai napon a többi 80 ezer főnél tart, tehát többi 80 ezeren néztétek hosszabb, rövidebb időben, több mint 3000 megosztása volt, nyilván így lehetett ezt a számot elérni. Ez azt mondja, hogy ameddig ti ilyen mértékben pozitívan álltak az én személyemhez, addig ugyanígy fogok én állni hozzátok, mert mindig vallottam egész életemben a társadalmi politikával, mindig nagyon sokat foglalkoztam, hogy nem a magyar társadalmat, hanem a magyar politikai elitet, de az eliten belül Orbán Viktort és csapatát kell biztosan leváltani. És ez sokkal egyszerűbb, mint ha magát a társadalmat kellene. A mai estéből is kiemeltem, és ezt talán ha a meghirdetésből is ugye látszik, egy olyan példát, hogy az Egyesült Államokba meghívták előadni Orbán Viktort, ki is ment, és ott most találkozott volt amerikai elnökkel, Donald Trump-fal. Erről is szeretnék veletek természetesen sokat beszélni, tehát majd ma este, de a múltkori gyakorlatot is szeretném folytatni azzal, hogy ragadtak bent kérdések, illetve kaptam tőletek kérdéseket az elmúlt időszakban, és ezeket gyorsan, tehát egy kicsit a kérdéseket letömörítettem, lepontosítottam, de az elmúlt alkalommal megválaszolatlan kérdéseket is kiemeltem erre a lapra, a számotokra, és ezzel szeretném kezdeni. Múltkor is ezt tettem, úgy éreztem, hogy ennek jó volt a fogadtatása, vagy legalábbis úgy vettem. Zsolt kérdezte, hogy hol áll meg a forint. Hogyha ez így megy tovább, ugye amikor a kérdést föltette, akkor 400 forint fölött volt, mostanában aki néha visszaerősödik egy kicsit 400 forint alá, de hát ez az erősödés kifejezés, ez itt most nagyon nem állja meg a helyét, hiszen hihetetlenül meggyengült a forint, hihetetlenül meggyengült. Viszonylag rendszeresen járok Ausztriába tárgyalni, van ott egy bázisom is, és pont arról beszélgettem legutóbb egy ismerősömmel, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül
És ez a múltat értsétek, néhány évvel ezelőtt, hosszú-hosszú éveken keresztül úgy számoltam, akint voltam Ausztriában, hogy 250 forint, tehát amit euróba ki volt írva, akkor 4 euró 1000 forint. Hát ez 2010-ig nagyjából működött, bár ott is volt egy átmeneti, nagyon rövid időszak, amire 300 forintot megközelítette, vagy talán egy-két napig át is lépte a forint, aztán visszaerősödött 260-270-re, valahol 2010-ben ilyen 260-270 forinton vette át Orbán Viktor miniszterelnöksége, azóta töretlenül fönntartva az ország irányítását. Hát ott rögtön az első hetekben bedőlt 300 forint, nagy 330-ra, csak úgy megjegyzem, hogy az azt megelőzően a 2008-as pénzügyi válság idején, rövid időre, amikor megközelítette a 300 forintot a forint válság, akkor Orbán Viktor egy nagyon hosszú beszédet tartott, és azt mondta, hogy ha 300 forintra gyengül a forint, kormányt kell váltani. Tehát ugye ez volt a leghatározottabb álláspontja Orbán Viktornak, hogy akkor kormányt kell mindenképpen váltani. És ezt nagyon sokszor ismételte, felszólította az akkori kormányt, hogy ennek megfelelően a lemondására. Valahogy 2010-ben, mikor megszerezte a Fidesz és Orbán Viktor az ország irányítása fölötti hatalmat, nagyon gyorsan kiderült, hogy nem ért az állam, a magyar társadalom vezetéséhez, lopni tud. Viszont a hatalom megtartása érdekében nagyon sok mindenre képes volt, azt azonban a gazdaság nem igazolta vissza. Ez egy nagyon rövid idő alatt 300, majd 330 forint lett, és akkor gyorsan módosították is a jegybank törvényt, amelynek addig a második legfontosabb feladata a forint értékállóságának a biztosítása volt. Na, ezt kihagyták. Tehát innentől kezdve ezt kihagyták, úgy, mint ahogy én láttam a kérdésben, hogy hol áll meg a forint, egy E betű is kimaradt. Innentől Orbán Viktor és az MNB már a forintotnak a védelmét, a magyar fizetőeszköz védelmét nem tartotta a prioritási feladatai között. Sokszor ezt nagyon hangoztatta is, amikor minden alkalom, amikor Matolcsik erről nyilatkoztak, akkor tovább romlott a forint. Úgyhogy egy kicsit az elmúlt napokban visszaerősödött, 400 forint alá, de mondom, itt az erősödés kifejezés az nagyon gyenge. A forint több mint 10-15 dollár esetében 20-25-30%-ot veszített az értékéből nem egészen egy év alatt. Ez rettenetesen rossz. Hogy hol áll meg a forint, kérdezte Zsolt, nem tudom megmondani. A forint alul értékelt. Tehát azt kell mondanom, hogy az az én szakértő álláspontom, hogy alul értékelt, tehát többet ér, mint amennyit ma a világ ad érte. De hát ez mindig így van. Tehát, hogyha a csomagolása annak a fizetőeszköznek, a csomagolása, az Orbáni csomagolása, a sérült, nem hogy sérült, hanem tragikus. Tehát szétesőben van, teljesen rossz, ronda az részében. A bizalom, a benne lévő tartalom, tehát az a magyar társadalmat értsétek alatta, és a magyar gazdaságot értsétek alatta, a benne lévő tartalomról a világ nem hiszi el, hogy az milyen szinten van. Nincs jó szinten, tehát hogy értsük meg, az sincsen rossz szinten, ezért van, hogy jóval 300 forint fölött, de a pillanatnyi 400 forinthoz képest a magyar gazdaság ereje erősebb, a magyar életszínvonalnak erősebbnek kellene lenni, hát mi lesz a következő hónapokban, azt nem tudom. Ez a fajta bizalmi tőke, ez legalább egy 10%-os forint árfolyamvesztést jelent, ami azt jelenti, hogy 1000 milliárdokat bukunk minden évben, csak azért, mert Orbán Viktor és a klánja van Magyarország hatalmán, és ő egy elszigetelődött ember, egy bizalmat veszített ember. Nem olyan régen olvastam, a napokban jelent meg egy amerikai hírfelületen, egy magyar származású Radványi Miklós, aki azt mondta, hogy Orbán Viktor az elmúlt 12 évben
nyilván akaratlanul vagy másképpen, de az maga illiberális állam megfogalmazásával a folyamatos korrupciójával, a hatalommániájával, az erős emberként való mutatkozásával, ami nem, tehát ami nincs összhangban a világban a súlyainkal, voltak éppen Magyarországot szegraráltá tette a világba. A szegraráció azt jelenti, hogy hátrányosan megkülönböztetett tétette. Hát ezre aztán a Tusnádfürdőn rendesen rádobott a maga fajelméletével, mert ez már a teljes szegrarációt okozza. Így írnak rólunk. Szeretném megjegyezni, hogy Orbán Viktor borzasztóan oda van, hogy a demokraták azok nem jók, a demokraták, Biden elnök és a demokraták az Egyesült Államokban nem jók, ők a minden másképp lenne, a republikánusok lenne hatalma. Na, azt kell elmondani, hogy Radványi Miklós egy abszolút republikánus beállítottságú személyiség, és az oldal, bár nem kötődik hivatalosan egyik oldalhoz sem, de egészen biztosan nem egy demokrata újságírásnak a része. Részben, tehát sokkal inkább a republikánus filozófiát fogalmazza meg jobban. Ugye, és ott jelenik meg ez a Magyarországot szegrarációba kötelezte. Meg is írtam Miklósnak, hogy ezt a pontot, tehát hogy most nem pontosan idéztem, de ugye sírják, de bár megvan itt előttem, föl tudom nektek olvasni, meg kiírtam magamnak, csak elfelejtettem, hogy Orbán önjelölt, most magyarul mondom el természetesen az angol nyelvű szöveget, hogy Orbán önjelölt illiberalizmus a zászlaja alatt Magyarország az elmúlt 12 évben az Európai Unió és a NATO asszimilálatlan tagjává vált, tehát hogy nem tudott beleilleszkedni, nem integráló, önszegrálált tagállamává tette Magyarországot. Úgyhogy készében én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó leírás. Válaszolni fogok rögtön majd az első kérdésekre is, de most még ezen akkor ennél gyorsabban végigfutok, mint ahogy előbb tettem. Zsuzsa kérdezte, hogy van-e lehetőség átállni általánydíjas elszámolásra, a téli havi fogyasztást már nem lehet, nem tudja kifizetni. Nem nagyon értem a kérdést, de mindenképpen válaszolatlanul maradt, mert inkább az a kérdés, hogy a direkt, tehát a valós fogyasztást mutatja, ha mindig bediktálom. Tehát a diktált fogyasztásnál a fizetendő összeg az mindig pontosabb. Mert hogy pont azután kell fizetnem, amit diktáltam, nyilván ha valós a diktálásom, tehát hogy pont azután kell fizetnem. Az általánynak van inkább olyan kockázata, az általánydíjasnak van olyan kockázata, hogy hiába kezdtem el takarékoskodni, mert mondjuk a mostani 7-szer-7-szeres gázköltséget nem fogom tudni kifizetni, ja, részében. De az elmúlt évben az egyszerest, az akkorit, az ígért tartósan rezsivédett gázdíjat, azt ki tudtam fizetni. És az alapján állapítják meg, az elmúlt év fogyasztásom alapján állapítják meg az általányt. Tehát amikor problémám van, és úgy érzem, hogy a jövőt tekintve muszáj, hogy olyan mértékben csökkentsem a fogyasztásomat, hogy azt ki tudjam fizetni a díjat, mert különben ráírják az ingatlanomra, stb. Tehát ebben a körben, akkor az általányra inkább leállni kell, mint hogy az általányra átváltani. Általánydíjasra váltásnak van lehetősége, azt hiszem, hogy évente egy alkalommal, utána vigyázni kell, mert csak egy évvel később, amikor az egyéves általány időszak letellik, akkor lehet visszaállni, ha jól tudom, tehát akkor lehet visszaállni diktálásos, tehát a havi tényfogyasztás alapján álló fizetése, ott egy évig kötve van. Ugye erről beszélgettünk az elmúlt időszakban, illetve hívtam fel a figyelmeteket, hogy ez egy rendkívüli helyzet, és nekem az az meggyőződésem, hogy most független attól, hogy valakinek nem járt le az egyéves időszak az általány elszámításban, okkal, joggal és megfelelő jogalappal követelhetik, hogy áttérhessenek azonnal, nem az egy év lejártakor, áttérhessenek
a diktált, a pontos összeg szerinti fizetésre. Itt van azért egy tanácsadásom, azt most előre veszem ennél a kérdésnél, ezt ugye megpróbáltam az elmúlt én is meg a környezetemben utána nézni, hogy milyen lehetőségek vannak. Mint mondtam, szerintem jogilag korrekt az, amire a levélmintát is közzétettem a számotokra, hogy be kell jelenteni, hogy a jog helyes értelmezése szerint nem kell megvárni az egy évet, mert olyan mértékű váltás van. Ugyanakkor a szolgáltatónál a általánydíjas rendszerben is általában van egy olyan lehetőség, hogyha nem is lépek ki az általányból, de valami drasztikus változás történt nálam, és most nem alatt az árváltozást értem alatta, hanem bevezettem a gázfűtést, eddig villanyal fűtöttem, hogy akkor a villany általányból nagyon magas, vagy más megoldást, vagy hőszivattyús rendszerrel kiváltottam a gázfűtést, tehát hogy valami, akkor kérhetem, tehát beadhatom, hogy a jövőt tekintve, a még hátralévő hónapok tekintetében már ne a korábbi fogyasztásom alapján megállapított általányt, hanem annál kevesebbet, vagy ha valamire átálltam, és ezért ott többet fogok fogyasztani, akkor annál többet szeretnék a hátralévő hónapokban fizetni. Ez marad az általány elszámolás, de legalább módosítja. Én ezt majd külön közé fogom tenni, pontosan utána ez, hogy melyik oldalakon, és úgy hasonlóan az előző levél tervezetemhez fogom felétek jelezni, és kérem, hogy azt is hasonló nagyságrendben majd osszátok meg, mert ez egy védekezés lehetősége annak, hogy ne kapjatok egy olyan általányszámlát a tavalyi fogyasztás alapján, mondjuk gázból, amelyik 6-7-szerese a tavainak, aminek a legnagyobb problémája az, mert a túlfizetést azt esetleg majd vissza lehetne kapni, hogy kifizethetetlen. Tehát, hogy már kifizethetetlen. Ilona a kártyás úr a szabályaira kérte, hogy kicsit jobban térjek ki. Ezek is most tisztázódnak. A legújabb hírek szerint nem járnak jól a kártyása, a feltöltő kártyás villanyórának a tulajdonosai, mert nem tudják ide-oda vinni. Tehát míg a hírek szerint, hogyha valamelyik hónapban a védett összegnél kevesebb elektromos áramot fogyasztok, a következőben meg többet, de a két hónap átlagában a védett kategóriában maradok, akkor a kevesebb fogyasztás megtakarítását tovább értem. Most úgy tűnik, hogy a feltöltőkártyásoknak ezt nem napi szabályt írtak elő, ha én jól értelmeztem, ami azt mondta, hogy napi 7 kW, az ugye a leosztott, az nagyjából ugyanaz, mint amit megállapítottak havi általányt, védett összeget, a napi 7 kW az megy a védett összegben, és a bármelyik napon, amikor 7 kW fölé kerül, az már kétszeres áron, tehát emelt áron, méghozzá ugye a kétszeres, milyen drasztikusan emelt áron kell kifizetni, úgyhogy itt állnak per pillanat a feltöltő kártyások. Föl kell hívnom, itt kiírtam a figyelmeteket erre a számra rettenetesen, mert nap mint nap gyömölkörcsöt kapok, amikor a kormányzati nyilatkozatokat hallom. És a kormányzati nyilatkozatok azt mondják, hogy több mint a kétharmada az embernek belefér az megállapított általánygázba, az egyharmada nem. Na, az az egyharmada, az 1.900.000 háztartás a kormány közlése szerint is, szerintem sokkal több, de a kormány közlése szerint is az 1 millió háztartás, amelynek a 98%-a azért sem fér bele, mert gázzal fűt, és aki gázzal fűt, ő közülük senki nem fér bele, tehát a gázfűtéses rendszer esetében egészen biztosan nem fértek bele a rendszerbe. És erre még azt mondja a kormány, hogy azok, akik nem férnek bele, csak kicsit lépik túl. Na most ez egyszerűen nem igaz, mert nem kicsit, hanem jelentősen lépik túl. Tehát abszolút jelentősen lépik túl, de a kicsit. Gondoljatok bele, hogy ha 100 forint helyett valami 113 forintba kerül, az egy kicsit drágább. Drágább lett, te mondhatnád, hogy kicsit lett drágább. De itt nem. Tehát amikor az a számítás, hogy a 100 forint feletti növekedést 7-szeres súllyal kell figyelembe venni, az azt jelenti, hogy ha valamit 100 forint felett 13%-kal, tehát egy kicsivel megemelne, 200 forintot kell fizetni.
ha 20%-kal tépett, 26-28%-kal lépett túl, háromszoros árat kell fizetni. Tehát a rezsi költséget kétszeres vagy háromszoros, pedig alig lépted át a határt. Tehát erre rettenesen oda kell figyelni. Lesz egy külön rész, amikor azért még szeretnék mondani kényszertippeket arra, hogy hogyan kell, hogyan lehet jelentős mértékben ettől a veszélytől visszalépni. A veszély megmarad. Tehát olyat nem fogok tudni mondani, hogy megúsztad. Tehát a részben. Erzsébet mondja, hogy nem tudja kimásolni a levéltervezet szövegét, mit tegyen. Az ő számára mondom, hogy a megosztások után úgy látom, hogy nem minden megosztásnál jelenik az meg rögtön, hogy amit én módosítottam magán a kitett első videón, tehát amit közzétettem az óraállásokkal, az órások bejelentésével kapcsolatban, tehát amelyben az MVM Next-nek küldendő levéltervezetet, egy mintát, stb. Adtam közre. De a saját oldalamon, tehát nem a megosztott oldalamon, hanem ha valaki megkeresi a Palotás szubjektív oldalt, ott nekem mind, akik adminisztrátorként kitettem ezt a videót, tehát ezt az akkori élő bejelentést, módon volt hozzá kísérő szöveget írni. Nem engedi meg a Facebook rendszere, hogy csatoljak egy Word levélformátumot. De magyarázó szöveget lehetett tenni. Eredetileg egy egymondatos cím volt a magyarázó szöveg, hogy ez nagyon fontos, figyeljetek oda. Most ezt kibővítettem a levél teljes szövegével, és ez egy textfájlnak nevezik, ez egy szövegfájl, ami ott megjelenik, egyszerű copy-paste-szel ki lehet emelni, ott megtalálható, és ott mindenki ki tudja emelni. Fontos azt mondanom, és itt is majd ugye még képileg is meg fogom majd jeleníteni nektek, hogy én igyekszem ezekre a kérdésekre válaszolni, bár a kérdések egy jelentős köre olyan, amire nem szívesen válaszolnék, mert nem csak azért nem, mert az állam nem tette korrekten közzé, mert maga se tudja, mert egy alkalmatlan jogi magatartást folytatott, ugye az észre, vagy csinált egy rossz szabályozást, és azt tettek közzé, és utána naponta igazítgatja. Tehát számtalan olyan kérdésetek van, amire a kormány nem gondolt, mikor közzé tette, nem érdekelte a jogbiztonságnak a problémája, és majd időnként most tódozgatja, fódozgatja ezt a törvényt. Ezért nincsen rá kialakult gyakorlat, ez a dolog egyik rész. Kettő, önmagában én a jognak vagyok, ha úgy tetszik, vagy fogadom el, hogy a tudományos életemben arra törekedtem, hogy a jognak, meg a várható gazdasági hatásoknak, a várható politikai hatásoknak legyek egy szakértője, és abban mondjak általános elveket, hogy jogilag hogy közelítsetek meg egy kérdést, hogy a társadalom hogy tud jól működni, a gazdaság hogy tud jól működni. Nem vagyok szakértője a számlázásának, az elektromos áramnak, és nem vagyok szakértője a számlázásának, a vízdíjnak, a csatornadíjnak, ezeknek. Tehát itt, amikor igyekszem válaszolni, ezt nem lehet hivatkozási alapotokkal, hanem azt jelenti, hogy elolvastam, és így látom, de ez nem egy szakértői tanácsadás, hanem nyilván talán jobban tudok elolvasni, mint általában néhány nyugdíjas, és ezt most szeretettel mondom, abszolút a legnagyobb tisztelettel, ezért segítőleg próbálok válaszolni. Itt azt is el szeretném mondani, hogy egyre többen, számomra már kezelhetetlenül sokan, használják ki, nem akarom letiltani, mert ez egy fontos dolog a Messenger oldalam, megkeresi a Messenger oldalamat, és odaír nekem kérdéseket és megkereséseket, esetleg naponta többször. Csak az utolsó, a múlt heti bejelentés, a néhány nappal ezelőtti bejelentésemet, ugye, mint mondtam, 80 ezeren néztétek meg, 3 ezeren hallották meg. A Messengerem átfut. Elolvasni sem tudom. Tehát, bár édesapámtól én nagyon szigorú nevelést kaptam, meg édesanyámtól, erkölcsű, meg nevelőapámtól aztán különösen, hogy a társadalomban az embernek hogy kell erkölcsösen viselkedni. Tehát például köszönnek, köszönj vissza, sőt lehetőleg köszönj előre, ha látod, hogy a másik a szemedbe néz. Ja, részében. Ha írnak neked, válaszolj. De 80 ezer embernek. És ráadásul válaszoljak úgy, hogy elolvasom, arról egy írásos választ készítek, lehetetlen.
Ezért itt kérek mindenkitől előzetesen elnézést, hogy, és a, kérem abban a megértéseteket, hogy reagálni se tudok rá. De ezzel ne bántódjatok meg, hanem ne írjatok. Tehát hogy az az élő adást tudom arra biztosítani, hogy itt föltesztek kérdést, ha tudom, akkor ezekre a kérdésekre válaszolok. És azt is szokasztom nektek, hogy az élőadás után megnézem az élőadás alatti kérdéseket, mert bár most van segítségem, de az sem korlátlan, tehát nem lehet pontosan átlátni. Múltkor az élőadás alatt 101 néhány bejegyzés volt. És ott megnézem, hogy volt olyan kérdés, amire az adás nem terjedt ki, és azt megpróbálom ilyen módon nektek megválaszolni. Nem fogok tudni reagálni a messenger üzenetekre, és azt sem tudom megtenni, hogy azt válaszoljak rá, mert több ezer messenger üzenetre naponta nem tudok válaszolni, és megmagyarázni, hogy miért nem fogok válaszolni, úgyhogy ebben kérem a megértéseteket. Szusa évközben módosítható-e az átány felfelé vagy lefelé, erre az előbb kitértem az előző kérdés kapcsán. Úgy tudom, hogy igen. Tehát, hogy meg lehet keresni az energiaszolgáltatót, az EON-t is, vagy az MVM Next-et is, és mind a kettőnél úgy tudom, hogy az oldalukon is van online felületi lehetőség is arra, hogy azt nem tudom, hogy kell-e írni indoklást vagy más, de hogy van rá lehetőség, hogy, hogy ezt módosítsátok. Jósan beemelek ide egy-két kérdést, mert ki fog futni a képernyőmön, hogy már, Sziki Mária kérdezni, szeretné megkérdezni, hogy hogyan kell értelmezni a jelleggörbét a gázfogyasztásnál, kinek jó a diktálás és kinek az általány megoldás. A jelleggörbéről halványőzöm sincs, tehát nem fogok tudni válaszolni, megmondtam az előbb, hogy ennek én nem vagyok szakembere. Az meggyőződésem, hogy akinek fölmerül a lehetősége annak, tehát fölmerül a lehetőség, hogy nem tudja kifizetni az ML díjakat, azoknak mindent el kell követni, ha nem látja a konkrétumokat, meg ugye az általány, az az előző időszakban bátrabban fogyasztott energia alapján kerül kiszámlázásra, annak a diktálása jó. Aki úgy érzi, hogy egyébként egy panelház valakik egyedül van, távfűtése van, esetleg nincs is gáz a társasházban, ha van, akkor azon kizárólag az ebédjét főzi meg, és az energiáját, pedig egy társasházi kislakásban a világítás az nem olyan nagy, nincs klímája, stb. Annak azt gondolom, hogy az általány egy egyszerű megoldás. De csak akkor egyszerűbb, ha nincsen veszélyeztetett pozícióba. Veszélyeztetett pozícióba a diktálásost ki kell harcolni, mert a diktálásos jelenti a tényleges fogyasztás, amit az óra nézésével kontrollálni lehet. És kontrollálni lehet azt is, hogy a korábban 23, 24, 25 fokra fűtött lakásomat, akkor fogom tudni fizetni mondjuk a gázfűtésben a gázt, ha 22-re csökkentem le, vagy akkor tudom csak kifizetni, ha 20-ra, vagy akkor, ha csak 18-ra, vagy csak akkor fogom tudni kifizetni, ha csak 16-ra. És bármennyire szörnyen hangzik, nekem nem az a feladatom most, és csak azt mondom, hogy minden porcikámban megvetem ezt a politikai irányítást, a dilettantizmusát, a hozzá nem értését, és a nyerészkedését, mert nincs ekkora ára a gáznak, hanem ezen Orbán Viktorék tőkét, tehát az államháztartásában nem várt pénzbevételekre akarnak szert tenni, hogy lopni tudjanak. Mert különben hiány van, és akkor nehéz lopni. Ugye az egészében. Ez az én abszolút véleményem. Ezért, hogy ez minden porcikában gyűlölöm ezt a kialakult helyzetet. Nem tudok most ennél nyugodtabb dolgot mondani, de amikor azt kérdezi tőlem, hogy Jézusom, mit tegyek, akkor azt kell mondanom, hogy remélhetőleg nem éli meg a 4 évét az Orbán kabinet. Én ebben bízom, bár ez az embereken rajtatok is múlik, sőt, elsősorban rajtatok múlik. Tehát az észben, mert van jogszerű megoldása 4 évet el nem érően is elzavarni ezt a kabinetet. Van. Ennek van jogszerű megoldása. Lehet jogszerű tiltakozó akciót tartani. Lehet jogszerű milliós tiltakozó akciót tartani. És lehet a milliós társadalmi
állami akcióban követelni a kormány lemondását. Abszolút jogszerű. Lehet követelni új választás kiírását. Abszolút jogszerű. Lehet követelni, hogy a közmédia a törvények szerint működjön, váltsák le a vezetőit. Abszolút jogszerű. Lehet követelni a médiahatóság azonnali elbocsátását és szakemberek kinevezését. Abszolút jogszerű. Tehát, hogy ezekkel kellene élni, majd egy részletesebben erre ki is fogok térni, de hogy ezeket lehet tenni. De most csak azt tudom mondani, hogy nem szabad, hogy az ember elveszítse mondjuk a lakását. Mert a tartozásokat behajtják. Azokat ráterhelik egy idő után az ingatlanra. Tehát ezt nem lehet ezt a helyzetet teremteni. És meg lehet fagyni, emberek meg is fognak fagyni. Tehát az a helyzet, hogy sajnos, hogy meg is fognak fagyni a következő időszakban, tehát ugye sokan, és ezért az ő halálukért Orbán Viktor és klánja szerintem felel. Tehát ugye ezt így lehet, vagy így kell értelmezni az én meggyőződésem szerint, hogy felelősséggel tartozik, és ezt a felelősséget egyszer remélem valaki számon is fogja majd rajtuk kérni, tehát rajtuk hozni. De egyesével, de a 14-16 fokos lakásban még nem lehet megfagyni. Tehát ebből adódóan lehet menni lefelé, és akkor nem fogyasztom azt a részét. Lehet a klímát, akinek van, nem bekapcsolni. Mert ha a klímát nem kapcsolom be, és a villanylámpák helyett abból kevesebbet kapcsolok föl, csak amikor muszáj, és akkor is ledégőket veszek, egy-két ledégőt, az ott nem százezrekbe kerül, hanem néhány száz forintba. És legfeljebb nem lesz olyan lumen, olyan világosság, ami optimális az én számomra, de egy-két hónapig, évig ezt el lehet érni, és akkor benne lehet maradni az energiának is a védett tárába. Tehát, hogy ez az, amit lehet tenni, tehát ez az, amit kell, de ezt csak akkor látom, ha nézem az óráimat, a mérőórámat, és tudom, hogy amit ott van, azt fogom bediktálni, ki tudom számolni, hogy ami ott van, mennyit fog kellene fizetni, és hogy tovább kell csökkenteni az életszínvonalamnak a szintjét azért, hogy fizetőképes maradjak, vagy sem. Ezért a védettséget a diktálásos rendszer adja. Szabó Erzsébet kérdezte, hogy mi volt ezzel a célja Orbánnak, hogy a költséggel járó luxust vitogtatni, és az év minisztériumával találkozáskor, amikor tragikus helyzet idézett el az országba. Orbán Viktor a hatalmát mutatja be. Rosszul. Tehát, hogyha azt kérdezítem, hogy jól csinálta-e Orbán Viktor? Nem. Népszerűséget kell, hogy veszítsen. Olyan embereket, akiket becsapott, olyan embereknek föl kellett, hogy nyissa a szemét. Orbán Viktor a hatalmának a hatékonyságában, vagy hogy bármit, tehát a remény, hogy például tárgyaljon az Európai Unióval, az Európai Uniós pénzek megszerzése érdekében, azzal a tusnádfürdői beszédje nem egyeztethető össze. De Orbán Viktor nem okos. Hát Orbán Viktor egy olyan beszédet mondott el, amellyel nem közelebb került az Európai Unióban számára rendkívül fontos pénzek, meg kettős fontossága van, hogy ne buktassa meg itthon az éhínség, a másik, hogy minél többet tudjon lopni. Ja, részében ő és a csapata. Ezért ez lett volna az érdeke, a bűnözői érdek is az lett volna, hogy próbáljon meg egy kicsit olyan finomulni az Európai Unióhoz. De a döntéshozókat, a partnereket, akik a pénzt adják, azoknak azt mondani egy franciának, hogy már nincs francia nemzet, egy németnek, hogy már nincs német nemzet részében, hát ott támogatót nem nyert. Tehát azon a beszédjének csak hátránya volt. Nem tudom, biztos van egy olyan 2%, mondjuk a Mi Hazánk mozgalomnak biztosan van olyan tagja. De ott sem gondolom, hogy mindez a 6%, aki rájuk szavazott, hanem a tagjai között van olyan, ami néhány tízezer ember. Ott van néhány ezer ember, akinek nagyon tetszett Orbán Viktor tusnádfürdői beszédje. Nekik is rossz lesz belőle, de buták, mint a, nem tudom, ugye, mint egy szamár, vagy nem tudom, de szamárt nem sértegetjük, tehát annál sokkal butábbak.
az egészében, és hogy is hívják, és számukra is hoz, de ők boldogok. Tehát az ő lelki állapotukban ez boldog. Ez nagyon kevés, és nem hasznos. Úgyhogy a célját, Erzsébet, azt nem tudom megmondani, mert a célja nyilvánvalóan a hatalomgyakorlás, a pénz megszerzése, a hatalom maradás, és azt ezek a lépések nem segítik. Ez a nagyképűségből, a kivagyokénságból, na de ezek nem olyan elemek, amelyek hatékonyak, hanem létező emberi tulajdonságok, de nem olyanok, amelyek hatékonyak, ezért is hívják, nem szolgálhatnak valamilyen célt. Ugye, ebben az én meglátásom szerint. Ugye akkor azt mondja, hogy Orgonyi Tamás kérdezi, az árfolyam hazudozása, választási csalás, az árfolyam hazudozása, választási csalás ellenére időközi választásokon továbbra is tarolnak a Fidesz jelöltek. Mi változhat ezen? Nem akarok túl optimista lenni. Számomra elfogadhatatlan, tehát érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a közéletünknek olyan fontos részeiben, mint a választás. Azért Orbán Viktor már lebukott. Tehát aki egy kicsit is azon gondolkodott, hogy gondolja már, hogy kire szavazok, annak Orbán Viktorra nem szabadott volna szavaznia. És én nem tudom megmondani. Tehát tudom, hogy mivel csaltak. Azt is tudom, tehát ugye ezt nagyon sok előadásban előadtuk, és előadtam, hogy azt is tudom, hogy a választási csalásnak a legmánsabb oldal, tehát a legnagyobb hatása a média feletti szinte gyakorlatilag nyugodtan lehet mondani kizárólagos uralma Orbán Viktornak. Tehát már nem csak arról szól, hogy az média 98%-a, tehát ami elér információ embereket, egy információs társadalomban, ami elér minket információ magától. Mert ha mi keressük az információt, akkor én meg tudom fordítani az arányt, de ha nem keresem, csak a szembejövő információt látom, és ez az embereknek a többsége, akkor ez az információban Orbán Viktor három dolgot is tud csinálni. Az egyik, hogy magáról hazudik, és azt mondja, hogy, és egyébként az ő döntéseinek a hatékonyságát, azt mondja, hogy Magyarország, a magyar társadalom élen jár az Európai Unióban, az utolsó helyen vagyunk. Mindenkinél jobban szárnyalunk, mindenkinél lassabban szárnyalunk az Unióban. Tehát ezek tények, de ő ezt tudja mondani. Ugye? Tehát egyrészt, hogy tud hazudni. Kettő, ahol bukik, legyen mondjuk Tusnádfürdő részében. Ott rögtön az alpontnak is két pontja van. Az egyik, hogy arról a média nem beszél. Tehát amelyiknél védhetetlen, amit csinál, arról nem tudunk. Tehát ugye arról csak az tud, aki keresi az információt, mert a szembejövő információval nem találkozik ezzel a kérdés, ebben a kérdésben. Kettő, hogy mást mond róla, mint amit lebukott. Tehát, hogy más fog erről kitalálni, hogy letegyen. De inkább egyébként azt alkalmazza, hogy arról a média nem jön, és a többség azt amiről ő megbukott, arról nem hall. A harmadik, ez a legnagyobb az emberség, hogy nem engedi a szembejövő információba be a nem őt. És alatt nem csak az ellenzéket, az ellenzéket a részében, hanem a civil szférát sem. Tehát egy egyszerűen, aki nem ő, azt ebben nem engedi be. És még ezen belül is olyan totális az ő támadása, visszaélése, a gazsága, ha úgy tetszik, hogy a képedet megjeleníti, de mást mond hozzá, mint amit te mondtál. Tehát a szádba ad olyat, ami miatt az emberek elrettennek tőled. A részében ezt csinálta a választásokat Márki-Zay Péterrel, az egész ellenzékkel, hogy háborúba fogja vinni az embereket, besorozza az embereket, az ukrán katonák mellett harcba viszi az oroszok ellen az embereket. Soha senki nem mondott ilyet. Ugye? Azt mondta, hogy a rezsit meg fogják szüntetni, a rezsivédelmet nem meg fogják szüntetni, de amíg ő marad, ugye itt rögtön két elemet is kihasznált, hogy amíg ő marad, addig az biztonságban érezhetik magukat az emberek. Hazugság, soha nem mondta az ellenzék, hogy meg fogja szüntetni. Hazugság, mert amíg ő maradt, méghozzá minden idők legnagyobb mandátum többségével maradt, és alig telt el néhány hónap, és drasztikusan
a gázt 7-szeresére emelte föl, miközben a világpiacon egyébként a bekerülési költséget, ha nézném, akkor csak olyan 3-3,5-4-szeres lenne. De az adótartalmát is rátette, meg hazudott egy olyan árat, amit lehet, hogy egyszer egy percig valamilyen prontpiacon aznapi vásárlással alkalmazható volt, nem tudom, hiszen titkolban tartja, hogy az információi honnan származnak. Hát ide tartozik az is, hogy a MVM-nek eddig minden évben közzétette, hogy mennyiért szerzi be az áramot. 2021-ben átlagosan, emlékeim szerint, 14 forint 79 fillérért. Akkor szereztem el legdrágábban, tehát a korábbi években, 2010 után, és nagyon sokszor ez 10 forint alatt volt. A Paksi atomerőmű nagyon sokáig 10 forint alatt állította elő a magyar energiafogyasztás több mint a felét. Csak értjünk, a világpiaci ár meg még annak is alatta volt. Tehát, hogy ha valamit a világpiacon kellett vennünk, tehát részében, tehát hogy alatta volt. De 2010 vagy 2021-ben ez elkezdett emelkedni, de az ára még mindig csak 15 forint volt. És erre a 15 forintra ugye azért az áramnak el kell hozzátok jutni, ezt üzleti alapon viszik el, például az E.ON, ezért ő egy 21 néhány forintos úgynevezett eljuttatási díjat kap, most így tudom csak nektek elmondani, így áfával növeltem. Durván egyébként még mindig csak a 36 forintnál vagyunk, vagy 1-2 forinttal léptük túl a 36 forintot, de például az áfa tartalmat biztos, hogy nem érte föl. Tehát, hogyha leveszem belőle az árt, akkor ez egyszer nem jött föl. Ezért most az államnak a második részletét, az 70 forintra emelte föl, 20-30 forint nyerészkedése van a bajunkon. De mit mondott Orbán Viktor? Közölte az MVM-mel, hogy meg kell szüntetned az adatközést. Hát lebukom, hogy lopok tőletek, hogy becsaplak titeket, hogy kihasználom a bajotokat, tehát lebukok. Ezért 2022-ben, amikor ez a drasztikus rágolást előhozta Orbán Viktor, megszüntette, ma már nem található meg az MVM-nek oldalán, hogy mennyiért vásárolja, mi a bekerülési ára az elektromos áramnak Magyarországon. Hát nagyságrenddel kevesebb, mint amit ma lakossági világpiaci árnak nevez. Ugye azt mondja, hogy az sehol sem jelent meg, hogy mikor számítják a fogyasztás, augusztus 1-től számítják, hogy az sehol sem jelent meg, de megjelent. Legfeljebb nem elég szerepben egyetértek, hogy a felkészítés, meg hogy ez gyorsan volt egy soron kívüli, de megjelent augusztus 1-től számítják, tehát nem év elejétől és nem későbbtől, hanem augusztus 1-től számítják, de ahol nem fogják tudni, hogy augusztus 1-én mi volt az óraállás általánynál, és ahol nem okos óra van, ott ebből óriási konfliktusok lehetnek, ezért tettem én közé, hogy be kell jelenteni mindenkinek, az általányosoknak is, akkor is, ha azt a nem vérnekszek nem tetszik, vagy az EU-nak nem tetszik, be kell jelenteni az óraállást, mert maga a jogszabály augusztus 1-én lépett életbe, és ott augusztus 1-én meg 6-szorozta, meg 7-szerezte egész pontosan, meg 7-szerezte a gázárát a védett felület fölött. Mindenkinek, aki gázfűtése van, védett felület fölött van, mindenkinek, akinek klímája van, elektronos áramban, nagyságrendileg a védett felület fölött van. Éva Tap, hogy nem lehet, hogy most is elhiszi a nép Orbán retorikáját, Orbán nélkül még rosszabb lenne nekünk, mint úgy, mint a halál kultúrájú nyugatnak. Ezek, igen, Éva, én értem, de nem, tehát én sem gondolom, én is úgy gondolom, hogy egyre nagyobb a felelőssége az Orbán hívőknek. Tehát egyre nagyobb a felelőssége. Ezt kicsit részleteztem az előbb, most nem fogom megismételni. Nem mentség, hogy a média, a velem szembejövő információ szinte kizárólagosan hazudik. És például, ha más nem tud mondani, akkor azt mondja, hogy ha Gyurcsány, vagy az ellenzék nyert volna, akkor még rosszabb lenne.
Biztos, hogy nem lenne még rosszabb, közgazdaságilag, jogilag, minden szempontból levezethető, hogy nagyon-nagyon sok hibája van az ellenzéknek, de nincs annyi hibája, és főleg nincs annyi lopása, és nincs annyi gazsága, mint Orbán Viktor és környezetének, és egészen más a nemzetközi reputációja, tehát sokkal jobb. Ebből adódóan a forint rögtön erősödne. Csak hogy példaként mondom, amitől már az élelmiszer árak azok csökkennének. Tehát, hogy egész, de ezzel ellentétes hazudik a média, de egyre nagyobb a felelőssége az embereknek, hogy miközben azt mondja, hogy megőrülök, ezt nem tudom kifizetni, el fogom veszíteni a lakásomat, meg fogok fagyni, stb. Nem megy az információja. Tehát nem megy. Tehát, hogy még mindig a nagyon nagy többség, mutatják az időközi választások, hogy még nagyon nagy többség csak a szembejövő információt, amit nem tud kikerülni. Azt viszont Orbán Viktor alakítja. Gábor Fedor kérdezi, hogy Bolgár Leva már 20 éve stabil, 1 euró 1,9 leva, mindenkinek, majdnem, gyakorlatilag majdnem mindenkinek a mi környezetünkben, velünk összehasonlító országban sokkal stabilabb. Tehát a Bolgár Levát azért azt, én nem azt hasonlítanám, de igaza van, biztos igazán a Gábornak, nem néztem meg becsület szalon, nem tudom a Bolgár Levának a stabilitását, de a horvátok már hozzákötötték az euróhoz, tehát abszolút stabil. A csehek nem kötötték hozzá, de ha hosszú távon nézem meg a pillanatnyi árfolyamot, akkor talán még erősödött is az euróhoz képest. A csehek fizetőeszköze. Tehát az gyakorlatilag az összes többinél igaz, hogy ha volt is gyengülés, volt egy gyengülése, mondjuk fele annyi, mint nekünk a lengyel zlotinak, de annak is már jelentős részét a lengyelek visszahozták. Tehát, hogy nem, miénk romlik a velünk összehasonlító országok szempontjából a létező lehetséges legjobban. Ugye? Azt mondja, hogy múltkor nem tudtam válaszolni, mert nem ismertem a kifejezést, az optálás, hogy az milyen megoldást jelent, kérdezte akkor tőlem Ferenc. Ma sem értem egyébként a kérdését, de utána néztem az optálás szónak. Megígértem, hogy ezt a mai napon megteszem. Nem tudom, mire lenne megoldás, mert ebben a pillanatban nincsen ilyen helyzet a világban, amikor valamelyik ország és országok között történik egy területfoglalás, a másiknál meg egy területvesztés. Ugye, tehát ez egyébként most Ukrajnában van ilyen. Ott, ha engedik, tehát ha engedik, az oroszok egyelőre nem engedik, akkor az ott élőnek megengedik ez az optálás, hogy válasszon állampolgárságot. Tehát elfoglalta a Krím-félszigetet, és mondjuk ott az oroszok megengedhetnék, ez a közelmúlt eseménye, hogy válasszál állampolgárságot, hogy továbbra is ukrán akarsz lenni, vagy orosz akarsz lenni, mert ezt annektáltam, részévé tettem az orosz társadalomnak. És ez a választási lehetőség, hogy állampolgárságot válasz, ezt jelenti a választhatsz, ezt jelenti az optálás. A történelemben, hogy azért a Trianon után nagyon sok ilyen szituáció volt, és a második világháború lezárás után nagyon sok ilyen területi átrendeződés volt, és mondom, a napjainkban is történnek ilyenek, azért ez általában azt jelentette, hogy ha megengedtem az oktálást, és a elfoglalt területen az orosz azt mondta, hogy eldöntheted, hogy mi akarsz lenni, orosz vagy ukrán, ami eddig voltál a részében, de ha azt mondod, hogy ukrán, akkor el kell hagynod a szülőföldedet. Tehát azt mondja, hogy rendben van, nem kell felvenned az orosz állampolgárságot, de kapsz egy napot, egy hetet, vagy egy hónapot, vagy 6 hónapot, teljesen mindegy, hogy költözz el oroszhoz, mert itt nem élhetsz orosz állampolgársággal, mert innentől itt te külföldi vagy, ezt a jelent az oktálás. Én azt gondolom, hogy most ebben a környezetben erről ennyi nagyjából elég. Zoltán írta, hogy semmiért sem fizet, még a múltkori adásban, semmiért sem fizetnek a politikusok, mi nekünk kell helyettük fizetni. Nem fogok most erről egy hosszabb előadást tartani, csak felhívom a figyelmeteket, nem most szombatra, hanem egy héttel később, jövő szombaton, a szokásos havi több mint egy újságoldalas, és utána az online felületen is megjelenő népszavai írásom erről szól. Tehát erről szól,
hogy a politikusi felelősséget a jog hogy kezeli. Igaz-e az, hogy a politikus hazudhat? Igaz-e az, hogy a kampányban a politikusok mondhatnak olyat, amiről tudják, hogy utána nem kell betartaniuk? Igaz-e az, hogy a Orbán Viktor a kampányban is, meg azután is, meg a stábja, meg Gulyás Gergely, meg annak idején Selmeszi Gabriella azt, hogy a te számládra fogják rátenni a nyugdíj megtakarításodat. Tehát, hogy ezeket csak simán mondja, aztán ezt vagy tudta, vagy nem tudta, de sosem került a számládra. Ugye ez Gabriella esetében, és ott ugye ez nyilván ott is Orbán Viktor volt az alap, hogy is hívják, az alaphazudozó, ugye, de a kampányban felhasználta. A rezsi dolgokról, arról viszont most az elmúlt hetek szóltak, még egy hónappal ezelőtt is, Németh Szilárd, Orbán Viktor kampányban, hogy igaz-e, hogy is hívják, hogy hát ez semmi, tehát hazudtam azt annyi. Tudatosan hazudtam, vagy csak tévedtem, az annyi. A jog nem így ismeri a jogot, ezeket csak egyébként a felelősség elől menekülő politikusok mondják el maguknak olyan sokszor, hogy talán el is hiszik. Mert a kárt okoztál valamivel, például a hazugságoddal. Például, hogy ezáltal én nem készültem fel a rezsidrágulásra. Ezáltal elhalasztottam. Kárt okoztál azzal, hogy a katás vállalkozásokban mindegy, hogy jogellenes, még az is mindegy, hogy jogellenesen, de hogy nem adtál felkészülési időt számomra, hogy a vállalkozásomat egy új adózási rendszerbe tudjam bevezetni, és ebből nekem kárt keletkezett. Ez csak egy mondatot emelek ki ebből a dologból. Jogászbarátaim szokták mondani, minden károkozás jogellenes. A jogellenes károkozásért meg kártérítés jár. És ha az tudatos volt, akkor szándékos károkozásról beszélünk, és még szigorúbb jogi dolgok is járnak utána. Úgyhogy nem. Az egy másik kérdés, hogy az ügyészség elindít-e ilyen eljárást. Megint másik kérdés, az ellenzék elindít-e ilyen eljárásokat. Megint másik kérdés, hogy ad-e hozzá segítséget, szakmai segítséget, információt, hogy ezt hogyan kell tenned, mert teheted. Erről szól sokkal részletesebben, komoly példákkal a jövő heti Népszava írásom. Ha gondoljátok, ha megtiszteltek vele, akkor olvassátok majd feltétlenül, vagy azt javaslom, hogy olvassátok el. Nem most szombaton, hanem a jövő szombati adásban. Ebben a pillanatban úgy látom, hogy most az adásban föltett kérdésből nincs több, és a korábbi megválaszolatlan kérdésekből sincs több, ezért át szeretnék térni egy másik témára, tehát az egy a mai napra szánt, általam szánt másik témára. Orbán Viktor talán ma is kint van, ha jól tudom még, de nem, ebben most nem vagyok egészen biztos. A republikánus oldal egyik ágának a meghívására kint van az Egyesült Államokban, és ott előzetesen jelezték, hogy Orbán Viktor találkozni fog várhatóan Trump elnökkel. Hát nagyon-nagyon sok azonosság van Donald Trumpban és Orbán Viktorban, tehát nagyon-nagyon sok azonosság van a kettőjükben, de úgy látszik Orbán Viktor megint elmérte magát. Találkozott Trump elnökkel, és úgy gondolta, hogy gazemberrel jól tud beszélgetni, és tehát tud valami kis háttér alakút tenni, hiszen Trump elnöknek a republikánus párton belül, amely egyébként a kongresszusnak a felét adja, tehát a szenátusnak a felét adja nagy befolyással, és az időközi választásokkal még az is lehet, hogy e fölé fog emelkedni az részben, megpróbálta rávenni arra, előzetesen Puertóba és a helyszínen is. Megpróbált rávenni, hogy egyrészt egy kicsit megerősítjük egymást, hogy én elmegyek a te kongresszusodra, te megerősítesz engem, én mindig mondom, hogy az lenne jó, ha te lennél az Egyesült Államok elnöke, tehát Orbán Viktor ugye ez a gazsulálása Trump elnök irányába, és ugye ebből kap egy kis viszonzást. Tehát azt gondolta, hogy Trump elnököt is rá tudja venni arra, hogy csináljunk egy kis háttér megállapodást. Én,
Lengyelország, támogatni fogom az Európai Unióból, ne legyen abból probléma, hogy ne az Unióból, hanem az Egyesült Államok feszültségmentesen tudjon norvégokkal igen nagy összegű jelentős elhárító rendszerekben tudjon üzletet kötni, tehát az Egyesült Államok, és ezt lobbizni fogja, hogy ezt az Unió támogassa, ne tegyen ellene, mondta Orbán Vitesző fogja. Ezzel szemben azt kéri a Trumptól, hogy miközben erről tárgyal a norvégokkal, egy kicsit a norvégoknak súgja meg, hogy ő hozzá az állna nagyon közel, ha egy kicsit engednének Orbán Viktornak, mert Orbán Viktor most már évek óta a norvég alapot nem kapja meg, amelynek egyébként 90%-áról fölajánlott megállapodások szerint a magyar kormány döntene. Ez a Norvégiának az a támogatása, ami az unió támogatása a fejlődéshez, tehát amíg az unió átlagától elmaradó országok fejlődéséhez, ezt unión kívülről a norvégok vállalták, hogy ezt ők maguk, ők ilyen összeget fognak, tehát ilyeneket fognak adni. Orbán Viktor úgy szóza mondani, hogy ez jár nekünk, jár a fenét. Ez egy támogatás, ahol a norvégok nem nekünk vállalták ezt, hanem az uniónak vállalták, hogy ők is beszállnak az unió tagjainak elmaradt országainak, és Magyarországot alatta a támogatására. De a norvégok ragaszkodtak hozzá, hogy 10%-ot civil szervezeteknek kell megkapnia, és az nem civil szervezet megkapása, ha a kormány dönti el, hogy melyik civil szervezet kapja meg, hanem a norvégok fognak pályáztatni magyar civil szervezeteket, akik majd pályáztatni fogják a norvég pénzt. Orbán Viktor azonban azt mondta, hogy ez nem is, azt hiszem, hogy szerintem nem is az bántja őt rettenetesen, tehát nem is az bántja Orbán Viktort rettenetesen, hogy a 10%-ot nem kapja meg, ő a 90%-ot örömmel elfogadná. Az bántja, hogy ez az összeg túl nagy ahhoz, hogy a Orbán Viktort el nem fogadó civil szervezetek forráshoz jussanak. Tehát azt mondja, hogy inkább én nem kérem, majd adóban elveszem magyar állampolgároktól, tehát nem kérem tőletek, nem kérem a norvégoktól ezt a 90%-ot, de ne jusson forráshoz, az velem nem szimpatizáló, az én korrupciómat nem támogató szervezet ne jusson forráshoz, mert bizony az a 10% is egy jelentős összeg. És itt kért Trump felnőttől Orbán Viktor egy támogatást, hogy a norvégoknak mondja azt, hogy hát adják már fel ezt az álláspontjukat, és fogadják el, hogy a magyar kormány tesz javaslatot, hogy milyen civil szervezet, vagy milyen pályáztató fogja majd a pályázatokat elbírálni Magyarországon. Trump elnök azt mondta, hogy én ez nem fog menni, sajnos barátom, jó barátok vagyunk, ez a képen is talán jól látszik, jó barátok vagyunk, egyformán gonoszak tudunk lenni, az egész évben hatalommániákusok vagyunk mindannyian, hülyeségeket beszélünk mindannyian, buták is vagyunk mind a ketten, de én szeretem a norvégokat, és ezért nem fogok közvetíteni ilyen háttérfülbesugást, mert annyira nem hülye Trump felnök, tehát annyira nem buta, ellentétben Orbánnal, hogy tudná, hogy a norvégok ezt azonnal nyilvánosságra hoznák, mert a norvég mentalitásban nem fér bele, hogyha kapnának egy ilyen háttérnyomást, akkor azt ők tudomásul vegyék a eszébe. Úgyhogy felszólott. Azért az amerikai kintlétéről még egy picit szeretnék ennél többet mondani nektek. Főleg a szembejövő média felület azt mondja, 10-ből 9-szer, de inkább 10-szer, úgy is hallom, hogy a republikánusoknak egy nagy összejövetelén fog felszólalni Orbán Viktor, vagy oda hívták meg őt vendégként, ugye, elismerve az ő tevékenységét, mintának tekintve Orbán Viktor tevékenységét, stb. Hát ez sajnos számokra persze nem sajnos, nem így van. Az Egyesült Államok politikai rendszere kicsit másképpen épül föl, mint az európai, de van összehasonló, analóg, tehát van egy összehasonlítható elem is ebben, és az azt mondja, hogy hát, hogy mind
A frakciókon belül is vannak frakciók. Tehát ugye az MSZP-nek annak aztán hivatalosan is rengeteg frakciója volt az elmúlt időszakban, most már egy jó pár kilépett belőle, az egyik ugye a DK volt egyébként. Tehát ott volt neki szociáldemokrata, meg munkás, meg mit tudom én még milyen frakció volt az részében. Republikánusok is több csoportra osztottak, és a csoportjaik mögött támogatói kör van. Az Egyesült Államokban ha támogatom a politikát, és azt a törvények keretei között teszem, ez például azt jelenti, hogy nyugodtan oda küldhetek egy republikánus vagy demokrata szenátorhoz egy lobby szervezetet, és az mondhatja, hogy a törvénnyel, milyen törvényt terjesztél be, vagy a törvénnyel, ami be van terjesztve arra, hogyan szavazzál, a te dolgod lesz, hogy szabadon szavaz, hogy fog szavazni, de én megbízhatok egy lobby szervezetet, annak pénzt adhatok, aki téged meghívhat egy ebédre Washingtonba, a lobby negyedbe részében, és ott a nagy nyilvánosság előtt beülhetsz egy boxba a lobbistámmal, és az győzködt téged. Aztán, ha sikerült, meggyőzött, ha nem, nem. Ha meggyőzött, húz egy rubrikát, hogy majd akkor kerüljön be mondjuk a fegyverhasználat változása, akkor kerüljön a kongresszus elé, ami a szenátus elé, amikor megvan a többsége. Tehát amikor, mert fölhúztam, hogy lobbistaként hány szenátor kötelezte el magamat. Tehát a republikánusokon belül is, vagy a republikánus körön belül is, vannak eltérő csoportok, amögött vannak eltérő ismert támogatók, és egy viszonylag nagy csoportja az, aki ma egy összejövet, most az Egyesület, és egyébként néhány hónappal ezelőtt, hanem tavasszal Budapesten tartott egy nemzetközi összejövetelt, évente kettőt tart, először tartott olyat, hogy ez Magyarországon van, Orbán Viktor ott ugye felszólalt, beszédet mondott, stb. És most az Egyesült Államokban tartja ezt a háttérbeszélgetést, tehát ez közel sem a republikánus pártnak az egésze, de tényszerűen annak egy erős, hát nevezzük frakciója, mögötti támogatói csoportnak az összejövetele, ahova az általuk egyébként meggyőzött az ő irányukba szimpátiáját kifejező republikánus politikusok oda mennek. Tehát, hogy közül nagyon sokan oda mennek, ezért ott, hogy hát lehet még jobban az estékben, a smokingban, öltönyben, tehát győzködni egymást, ugye egy informálisan lenni, de minden nyilvános. Tehát az amerikai felfogáson ez a lényeg, hogy ennek mind nyilvánosnak kell lennie. Ja, részében. Na, ide hívták meg Orbán Viktort, ide sem örülök, és azt gondolom, hogy talán nem is hívták volna meg, ha Tusnádfürdői beszédet korábban mondja, tehát a meghívás előtt, akkor nem került volna sor. Számtalan szenátor, aki részt vesz, lett lobbistaként ebben a körben számon tartott szenátor, szóvá tette, hogy átgondolja, hogy ott lesz ezen az összejövetelen, ha Orbán Viktor szót kap. Nem tudom, hogy fognak dönteni a rendezők, ezt természetesen én nem tudom elmondani. Nem vagyok a hívük, tehát ugye az egészében, bár nem rossz a reputációm az Egyesült Államokban, republikánus körökben sem, tehát az egészében, és a demokrata körökben sem, de ezt most félretesszük, tehát ugye nem véletlen, hogy ott már jelentek meg Magyarországon közített írás, ami a magyar ellenzéket nem annyira érdekelte. De ugye a tényszerűségében ez nem az, tehát ugye ez nem az a csoport, az itt képviselt elvek, azok nem állnak túl távol, nincsenek össze, tehát nincsenek olyan ellentétben az orbáni felfogással, amely azt mondják, hogy összeegyeztethetetlenül, hanem igen jelentős átfedésben van az ő felfogásuk a demokráciáról, stb. Ezért valószínűleg, hát ha meghívnának, tartanék előadást, de szerintem kirúgnának páros lábbal, mert elmondanám, hogy rossz úton jártuk. Tehát ha meghívnának a Mi az Ánk mozgalomnak a éves közgyűlésére, tartanék egy előadást, csak elmondanám, hogy hogyan kéne viselkedni a részében észlelések, és hogy milyen embertelen az, amit képviselnek. De az egészében már elvívnának, elmondanám, én hogy összévek, nekem van elég erős, vagy itt széles hátam, Fidesz kongresszusára is gond nélkül elmennék, és élő adásban.
tehát élőadásban, a közmédiába is elmennék, nem véletlen, hogy nem hívnak, mert csak élőadásban mennék el. De ettől még most már ugye azt már Márki-Zay Péter megtanulta, hogy ez úgy is működik, a részében, hogy az ő arcát, ahol beszél, például leveszik valamelyik ilyen csütörtök esti beszélgetésemet a Facebook archívumából, és lehalkítják a hangomat, és elmondják, hogy mit mondtam, na olyat, amit nem mondtam, de akkor a számba adták, és az ugye a velem szembeni szimpátiát elég rendesen tudja rombolni. Hát a gazdaság az így működik erről. A nap nagyon sokat gondolkodtam egy következő témáról, a meghirdetésben egyébként szerepeltettem. Tegnap egy nagyon... Én elfogadom, hogy van bennem egy romantikus alkat is. Ez az érzelmi életemre is igaz, de a mindenemre is. Tehát, hogy miközben a tudományért dolgozgatok, és abban hiszek, és ott kutatok, és élvezem a tudományos munkámat, tehát a részében, hogy és rámutatni, hogy a világ hogy megy, vagy hogy kéne mennie az egész rendszeren belül, de mérhetetlenül hiszek az igazságban. És tegnap egy olyan barátommal beszélgettem, aki ugyanebbe a felfogási körben tartozik. Nem mondtam neki, hogy ma csütörtökön fogok erről beszélni, és nem kaptam róla tőle felhatalmazást. Ha esetleg megkapom utólag, jövő héten elmondom nektek, hogy kiről beszélek, hogy kiről beszéltem, de arról beszélgettünk tegnap egy jeges kávé vanília fagylalt mellett, tehát ez nem volt egy szörnyű szituáció. Vajon mire vár az ellenzék? A magyar társadalom meg van rettenve. Orbán Viktor olyan bűnöket követett el a választási csalás és utána a hazugságaival, amelynél szélesebb körben nem lehet megsérteni az embereket, és nem lehet az emberekben nagyobb félelmet kelteni. Ennek a töredékéért az összes nyugat-európai uniós ország kormánya megbukott volna. Tényleg a töredékéért megbukott volna. Olyan helyzet van, amelyben emberek, szakemberek esetleg kimondják, vagy szakértők, talán emberek is kimondják, csak ugye kevésbé tudják alátámasztani, hogy reális esélye van az éhínségnek. Az éhínség alatt mindig halnak éhen emberek, és fagynak meg minden télen, szörnyű, nem fordulhatna elő, kormányzati felelősség van minden egyes ilyen haláleseten, tehát mindegyiken. De Nyugat-Európában is, ott, ahol egy sokkal magasabb szintű a kormányzati tevékenység és a védelem, még Svédországban is fordul elő. Igaz, hogy azonnali vizsgálatot rendelnek el Svédországban, hogyha valaki ilyen hal vagy megfagy. Tehát az olyan, hogy ez hogy fordulhatott elő az ottani szociális rendszerben vagy biztonságban, ez Orbánéknak nyilvánvalóan eszébe sem jut. Az egész rendszerben. De most nem erről a pár esetleges emberről, meg ennek a veszélyéről, hanem a tényéről beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy számon lehet kérni, hogyha nem változik meg a szabály. Tehát ha nem változik meg a szabály, és úgy legyen, ahogy ma az hatályos, ugye? És így fog a rezsi menni, és ki fogják vetni, és aki nem fizetett rezsit, be fogják hajtani, megengedik az ingatlanokra terheljék a rendszeren belül. De ennélkül is, az élelmiszerárak miatt kifejezetten fennáll, és a képen ezt látjátok, tehát a nagy képen ezt látjátok, három kép, az egyiket most éppen takarom, a három kép, amely azt mutatja, hogy az általunk ismert nem rég történelmében is volt éhínség, lázadás. És ennek reális esélye van Magyarországon. És én azon gondolkodtam, hogy ezt elmondjam egyrészt ezt. Tehát, hogy ezt kell érteni, hogy ennek az esélye ma reális. A három kép az három ország, abból ugye tőlünk kicsit távolabb van Kuba, az egyik képen, ami látható,
Azt hiszem, hogy pont azt akarom, egy pillanatra visszaadom a teljes képet, pont azt akarom, ez egy kubai éjséglázadásos időszakra utal. A közéső kép az Ukrajnában volt emlékeim szerint 2015-ben, és a jobboldali, tehát ez a nekem jobboldali, vagy ha nézem a képernyőt, ami állókép, az meg Kubában volt, tehát az egy kicsit táv, nem, az meg Szlovákiában volt, tehát ennél közelebb aztán nem is lehetett 2004-ben. Tehát, hogy igen, ennek van egy reális veszélye. És mondjuk a 2004-es éjséglázadás, ami Szlovákiában volt, igaz, hogy ott egy csoportjára, a roma közösségre hozott akkor a szlovák kormány olyan intézkedéseket, ami ott valóban az éhínség veszélyét és tényét is előhozta, bizony olyan tüntetések kerültek sor, amelyekről meg kellett hátrálni a kormánynak. Ezeknek a tüntetéseknél sokkal tágabb, az ukránnál is tágabb. Tehát ami hogy a 2015-ben nem állt Ukrajna állampolgárai szegényebbek egyébként, mint a magyarok általában, de nem volt ekkora szakadás, tehát ugye nem volt ekkora a háttérve. Most az Orbán kormány olyan intézkedéseket hoztak, ami nem változott meg, akkor nem változtatják meg, akkor bemehet a rendszer ebbe az éhínségbe. De nem kell megvárni, míg bemegy az éhínségbe, mert az emberek félelme adott. Ez ebben a pillanatban adott. És az ellenzék vár. És a barátom, akinek annyit a keresztnevű Sándor, meg én arról beszélgettünk, mire. Ahogy ő mondja, az nem áll hozzám közel, most megpróbál mutatni, hogy valahogy így mutogatta, hogy ő szerinte várnak arra, hogy a társadalom az Orbán kormányt elzavarja. Tehát azért nem szervezi meg ő, mert erre vár. Én ezt nem tudom. Én ezt nem állítom. Nem lehetetlen. Viszont azt szeretném elmondani, hogy abszolút nem lehetetlen, hogy ebben a várakozó, tehát nem dilettantizmusuk van, mert a kettő között valamit, tehát vagy tudatosan nem csinálják, és nem segítik a társadalmat abban, hogy törvényes keretek között zavarják el Orbán Viktort. Ez volna a feladatuk. Elmondtam, van törvényes lehetősége. És leginkább ennek a szervezése az ellenzéki politikai pártok és parlamenti képviselők és pártvezetők kötelezettsége lenne. Ezt vállalták, amikor jelentkeztek. Nekik kellene ezt segíteni, megszervezni. Nem valamelyiknek, nem a Momentum javaslatára, az összes többi most elfogadta, hogy mit tudom én, föllépnek egy közös nyilatkozatra, hanem nem senkinek, leültek, mert baj van. És a leült baj beszélgetésben kialakították azt a jogi és másik munkabizottságot, amelyik megszervezi, hogy a társadalom kivonulhasson törvényesen az utcára, kint maradhasson és elsöpölje az Orbán rezsimt. Ez volna a feladatuk, és ebben egyébként civil szervezeteket, köztük a Magyar Júliát, most ilyenkor nem tudom, a Magyar Hangot, a választásokat segítő civil szerveződéseket bevonva ennek a hátterét, hogy rendezetten. Tehát ne polgárháborús hangulatban, mert az egyrészt törvénytelen, ha polgárháború van. Kettő, nincs kézben tartva. Abból nem csak jó jöhet ki, hanem abból jó rossz is kijöhet. Nem is kicsit. Ezért tényleg nem csak jogban ütközik, hogyha erre várunk az egészében, és nem csak a magyar jogban, hanem a nemzetközi jogban is. Hanem van ma lehetőség annak, és nem értem, hogy miért vár. Hogy hol vetődik be, hogy majd legyen annyira rossz, hogy még nagyobb legyen a tömeg. Annyira rossz, hogy már tömegszerűen tudják, ezért tömeget lehetne jogszerűen megmozdítani. És majd, amikor már egy hónapja tart, mint Szlovákiában. Egy hónapja tart a Fico, akkor a múltkor bemutattam a Fico kormánnyal szembeni tüntetés, az pedig csak a jogállamiságról, és nem az éhezésről, meg a lakhatás biztonságáról szólt. Akkor megjönnek majd az első számlák, és az első számlák alapján esetleg a 300 ezeres tömegből másfél milliós lesz. De el kell kezdeni, el kellene kezdeni
nem teszi. Mondom, ezt én vagy úgy gondolom, hogy dilettantizmus, lehet választani, vagy valami oka van, lehet, hogy más, mint amit én mondtam, hogy ez a kivárás, hogy nélkülük a társam söpörje el, és akkor majd ott vagyunk mi, az ellenzék, aki az egyetlen alternatívája ennek a politikának. Megjegyzem, akkor lehet, hogy az ellenzéket is elsöpi. Tehát, hogyha nem az ellenzék által szervezett, a civil szférával összefogott tüntetéssorozat lesz, hanem spontán társadalmi tüntetéssorozat lesz, akkor az a jelenlegi politikai elitet úgy, ahogy van, ellenzékestül is, és összévják, és más módon is elfogja, tehát más módon is el fogja zavarni, tehát ez egy, ráadásul nem is tartom okos döntésnek. De nem tudom, hogy mire vár, találgattunk, a találgatásban egyáltalán nem biztos, hogy igazunk van, de nem én vagyok a felelős, ha nincsen igazam, mert azért kell találgatnom, mert nem csak nem csinál semmit, tehát nem csak azon, hogy nem csinál semmit, hanem az is van ezzel összefüggésben, hogy nem mondja meg, hogy miért nem csinál semmit. Tehát nem mondja meg, hogy a tetteinek mi a politikai üzenete. Tehát, hogy ő, hogy is, hogy csak elmondja, hogy nem tudom, vagy hogy de a kenyérárát le kell vinni. Igen, Orbánit rosszul csinálják. Ukrajnában azért mondtam, hogy nem volt akkora alapja az akkori éhséglázadásnak, mert Ukrajnában, csak úgy akkor voltak ilyen konfliktusok, mert Ukrajnában meg Oroszországban, tehát aki járt Kijevben, vagy jár Moszkvában, a világ legdrágább városa Moszkva. Az egyik legdrágább városa Kijev. Milliárdosok is élnek ott Moszkvában, meg azt hiszem, hogy olyan 2-3 millió dollár vagy euró milliómos, és több százezer dollár, euró milliárdos él. Tehát a világ legdrágább városa. A legtöbb luxusautó működik, a legdrágábbak az áruházak Moszkvában. De tudják, hogy a nem Moszkvában, a külvároson meg a vidéken az kenyér, a tömegközlekedés, az oktatás, a fűtés és az elektromos energia majdnem mindenki számára megfizethető. Ezért nincs lázadás, mert egészségtelen okozt, de van. Tehát tud enni az egészében. Tud közlekedni, tehát el tud menni a munkába, tehát ugye ez egy nélkülözhetetlen volt. Ott olyan kevés pénzt kap, hogy abból csak nagyon keveset tud enni, de a közlekedést, a lakbért, tehát a lakásának a béleti díját, a fűtését és a villanyszámláját ki tudja belőle fizetni. Ilyen volt egyébként a Kádár rendszer is, megjegyzem. Tehát ugye részével, hogy erre vigyáz, egy diktatúra erre vigyáz. Na hát, ha van diktatúrában tapasztalata és nem csak vágya, mint Orbán Viktornak és csapatának. Hát ezt a témát azt gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató. Hogy erről egyébként nagyon úgy gondolom, hogy kellene gondolkodni az embereknek, és valahogy kikövetelni ezt a rendszer. Még egy gyors témát mondok, és utána én inkább kihagyom a még nálam fölírtakat, és egy-két tanácsot fogok mondani még a rezsi kapcsán. Tehát, hogy mit lehet ilyenkor vagy tenni. A hét híre volt, azért úgy gondolom el kell lenni, hogy az Al-Qaidának a vezérét az Egyesült Államok egy katonai drónnal Kabulban a belügyminiszter lakásán, tehát a tálibok által vezetett belügyminiszter lakásán, akik egyébként nemzetközi szerződésben vállalták, hogy az Al-Qaidának a terrorszervezeteknek nem adnak otthont, nehát az Al-Qaida, mint nemzetközi terrorszervezetnek az egyes számú vezetője, az, hogy is hívják, a táli belügyminiszter lakásában, Kabulban rejtőzködött, az Egyesült Államok ezt megtalálta, és a legkorszerűbb fegyvereikkel, drónnal az Egyesült Államok nem megmondott irányító rendszerével, de úgy, hogy a gombot
Biden elnök nyomta meg, ő is jelentette be, a drón az erkélyen tartózkodó Al-Qaida vezért kilőtte, úgyhogy kizárólag ő halt meg. Erre mondom azt, hogy azért én az orosz Putyin elnök helyében elgondolkodnék. Nagyon korszerű fegyvereket, néhányat az Oroszország is kifejlesztett, de a NATO és az Egyesült Államok fegyverzetének a korszerűsége egy emberöltönyivel magasabb, mint az orosz, és egyébként magasabb, mint a kínai is, amelynek a létszáma sokkal magasabb, mint a NATO-nak és az Egyesült Államoknak a vezete, de ilyen technikával rendelkeznek. Ugye Biden elnök ugye bejelentette, hogy ez egy figyelmeztetés, és azt mondta, hogy aki részt vett, mert ugye az egyik szervezője volt a Egyesült Államokban lévő ikertornyoknak, vagy a New York ikertornyokban lévő terrorista akciónak, amikor ugye két repülőgép is veszállt, egy pedig a Pentagonba, ugye, és ott több ezer ember Amerika meghalt, annak az egyik szervezője volt Osama bin Laden helyetteseként, a mostani Al-Qaida elnök, mármint, hogy aki a minapig a Al-Qaidának az egyes számú vezére volt, megtalálják, és megbüntetik. Tehát ez volt a figyelmeztetés. Én ezt a Biden figyelmeztetést kicsit kiterjesztettem volna Oroszországra is, vagy a Tájvánt esetleg nézegető Kína szempontjából is, hogy azért a technika a kezünkben van, és a bűnt nem tűrjük el. És ugye ennek egyben a NATO főtitkára a héten még egyszer megerősítette, hogy a NATO nem engedheti meg, hogy az ukrán agressziót Oroszország nyerje meg ugye ebben a rendszerben. Úgyhogy ugye ez is egy fontos elem volt. Úgy láttam, hogy kaptam egy kérdést még gyorsan. Tisztelettel szeretném megkérdezni, írja Gyöngyi, hogy a legközelebbi élő adásban beszélnék-e a devizahitelekről, mennyi zsákmányolhatja ki a bank, illetve a behajtó cégeket. Sokszor beszéltem már, és ezt megjegyzem, és beiktatom, mert most már a hátralévő 9 percre nem alkalmas, ezért valóban ezt nem tudom kifejteni, de szeretném minden devizakárosultnak elmondani. Tehát mindegyik devizakárosultnak elmondani. Sok képviselőik a szakértő irodámat, nagyon sokszor keresték meg. Egy, a megoldás a társadalom egységes fellépése. És ha csak a devizakárosultakat tekintem, és azok mondjuk a választásokon, a devizakárosultak esetében bent lett volna a köztudatban, hogyha devizakárosult vagy, nem lehet Orbán Viktort megszavaznod. Ugye, részében. De megszavazta, és valószínűleg legalább átlagos arányban is Orbán Viktorra szavazott. Márpedig el kell mondanom, és elmondom. Van banki felelősség, további banki felelősség is van. Egyetértek. Ha van banki felelősség, és akkor van behajtói cégek felelőssége is. Ebben is egyetértünk. De a devizakárost a két felelőst nem szívesen nevesítenek. Az egyik felelős, és ezt és elmondom, aki felvette a devizahitelt. Tehát érteni kell, hogy teljes kártalanítást nem lehet adni, mert amikor felvette a hitelt, felnőtt ember volt. Lehet, hogy meg volt tévesztve. Lehet, hogy csak olyan infót hallott, mert ez volt a köztudatban, még a szakértői köztudatban is, hogy kicsi a kockázata. De nem az volt, hogy nincs kockázata. És kedvezőbb volt. Tehát nyugodt, mint az akkori forint hitel, a fix forint hitel. Ugye ezért is meg lehet kérdezni, hogy ha fix forint hitelt veszek föl, és egyébként a devizahitelt vettem föl, de forintot kaptam, akkor a másik drágább. Akkor miért drágább? Ha megkérdezte, azért azt mondták, hogy az biztonságosabb. Tehát vannak is. De én elfogadom, hogy a devizahiteles felelőssége, az mondjuk, lehet rajta szakmaitől vitatkozni, a kár 10%-a. A banki, tehát az egészét, tehát a hitelt nyújtó banki, az lehet, hogy 45, ezt nem
Kérdések, ezen el lehet vitatkozni. De legalább akkora, mint a banké, és ez a kérdésből hiányzik, és a fejből is hiányzik, az állami. És ha ez tudatosulna a devizakárosultakban, hogy az állami felelősséget senki nem vizsgálta, és senki nem adott az állam oldaláról kártérítést a devizakárosítaknak. Banki oldalról már nagyon jelentős kártérítéseket állapítottak meg. Kúria is fizettettek, és jegybank elő is írta, sok mindent újra kellett számolnia, még mindig nem teljes. Tehát én még mindig azt mondom, hogy még mindig van banki felelősség a devizahitelekben. Tehát ebben a pillanatban is. De az igazán nagy felelősség, amely felelősséget, ha bevállalná, ha azt kikényszeríteni a társadalom az államtól, akkor a devizahiteleseknek nem vennék el a lakásukat, mert már megfizették az ő felelősségükből adódó kárt. Tehát azt ők már bőven megfizették, mert a kis hitelek többszörösét fizették vissza, és még a felvett hitel többszörösét követelik rajta. Az állami felelősség példátlanul nagy, és azt meg kell állapítani. Ez nem csak azért fontos, mert onnan lehetne és kellene pénzt kapni igazából, és jóváírást kapni igazából, hanem azért is, mert ha ez tudatosulna, de visszakárosultak van, akkor nem szavaztak volna Orbán Viktorra. Ez ilyen egyszerű. Mert ő ezt a felelősséget nem vállalta be, nem fizette ki, nem vizsgálta ki, sőt erre rájátszott. Úgyhogy ez a kérdés, amit még mindenképp akartam mondani nektek. Színes hír, de egy percesen azért előttél veszem. Terézvárosban az ellenzéki vezetés van, bevezették, most már többen jelezték, hogy csatlakoznak is hozzájuk, hogy a BKV által, tehát a közösségi közlekedés által nem érintett valamennyi utcában 30 kilométeres sebességkorlátozás lesz. Lehet, hogy legközelebb majd részletesebben kifejtem a részében. Egyrészt nincs igazuk, ez nem jó. A 30% biztosan nem jó, nem életszerű, a gépjárművek nincsenek hozzáállítva. A légszennyezést növelik. A gépjárműveknek a működési modellje, tehát a motoroknak az optimalizálása, stb. Nem jó 30 km-es sebességnél. És bár hatványozott, hogyha minél többel mész, mikor tudsz megállni, de még minimális a hatványozása, azok a fékek, amelyek ma az autókban vannak, azok 130, 140, 150 sebességre vannak méretezve. Tehát alig van különbség a 30 vagy a 40 kilométeres sebesség, vagy a 45 kilométeres sebesség esetén a féktávban. Majdnem, hogy nincs. Tehát, hogy majdnem, hogy nincs. De irritálja az embereket. És, hogy is egy zsúfoltságot hoz. Ma, amikor az emberek idegesek, ezt azt szoktam elmondani, hogy a patikusnak az menjen el, aki nem várja el a spanyol etikettet a patikába benyitótól, mert annak hónapok óta fáj a feje, nem tudja kifizetni a gyógyszert, az orvosnál sorban állt ötször, tehát mire a gyógyszert fölírták, nem tudja miből fizesse, tehát őt nem lehet azt mondani, hanem a gyógyszerésznek mosolyogni kell, nyugtatni kell, és észre sem kell venni, hogy nem köszöntek neki. Tehát, hogy észre sem kell venni. Érteni kellene ma az ellenzéknek, hogy a szerveznie az biztosan kellene, hogy a társadalom tiltakozzon, jogi hátterét ennek meg kellene teremtenie, itthon is és külföldön is, de hogy nem most van itt az ideje ennek az intézkedésnek, és ebből Karácsony Gergely az élenjáró részében, abban én egyébként egészen biztos vagyok. Tehát csak ezt tudom mondani, ez egyszerűen politikai hozzá nem értés és butaság. Ugye ebben a körben. Mégiscsak a saját lapjaimat nézve bemutatom nektek ezt is. Volt már róla szó, és örömömre szolgál. Két dolog miatt is örömömre szolgál. Az Európai Unió Bizottsága bejelentette, hogy azt a mérhetetlen lopást, amit jelent, és jogi nonsens, amit jelent a fideszes oligarcháknak, ugye Mészáros Lőrincnek, Szijjártónak való átadása, 35 évre a koncesszió, és hogy ugye részletesebben már volt rossz, azért csak utalok rá, hogy az állam a
koncesszió mellett csak azért, mert vállalják, hogy az autópályákat rendben tartják, hetesszer akkora összeget fizet az üzemben tartónak általánéként, mint amennyit az elmúlt években évente fordított összesen a magyar utca vagy az autópályákra, tehát 6-7-szeresét fizeti, az Európai Unió Bizottsága vizsgálja. Tehát, és azt gondolom, hogy ebből komoly eljárás lesz, az eljárás után komoly büntetés lesz, és az Európai Unió bírósághoz is el fog jutni, ha nem lesz változás, és érvénytelenítődni fog, vagy alapvetően meg fog változni ez a 35 éves koncesszió. Kicsi öröm az én számomra, de öröm, hogy az Európai Unió bizottságához a magyar ellenzéki párt, nem akarom elvenni senkitől, de a magyar ellenzéki párt, ha tudni fogom, akkor majd elmondom, fordult a bizottsághoz, tehát a magyar ellenzék fordulta, hogy ez így nincs rendben, és a bizottság ezt vizsgálja meg, és a bizottság válasza szerint a kéréstől függetlenül is, de a kéréssel megerősödve, hogy végre a magyar ellenzékkel nem kell szembe mennie, mert a magyar ellenzék is azt mondja, hogy ez megengedhetetlen, és nem azt mondja, hogy érvényes volt a választás. Ja, ezért, hogy is hívják, ezért ezt a bizottság vizsgálja. Ugye most ezt az elemet azért még kirakom, ugye ez egy fontos, de azt hiszem, hogy ez akkor is kimaradt, hogyha ott van a képem. Ez a záró egy-két mondatom, mert 19.30 van az egészében, hogy amit most mondok, az sem tanácsadás, arra sem lehet hivatkozni. De belevágtam már ma a kérdések kapcsán, tehát ugye a bent ragadt kérdések kapcsán, most megerősítem, tehát ugye az egészében megerősítem, hogy ebben a pillanatban hatályosak a törvénynek erkölcstelen, jogtalan, de hatályos szabályai az energiaárak tekintetében. Ezért amíg ez hatályos, amíg ezt el nem söpörjük, amíg az ellenzék és a társadalom ki nem kényszeríti, hogy ha lehet az egész kormány, de ha nem Orbán Viktor, ha nem, akkor legalább ez a kérdés teljes fordulatot vegyen, addig ezt meg kell fizetni. És higgyétek el, hogy a saját gyerekeimnek is. Azt mondtam, hogy ősek, például a gyerekeimnek van, ahol gázfűtés van. Azt mondtam, hogy el kell döntenetek. Van, hogy ősek, el kell döntenetek, hogy idén nem lehet 25, 26, 27 fokra fűteni a lakást. Még ha létezne akkor anyagi erőm, hogy ezt is kifizessem a számotokra, tehát hogy segítsen, nem kifizessem, hogy segítsem ennek, vagy döntően segítsen ennek a kifizetését, nem is akarom. Ez olyan hihetetlenül nagy összeg, hogy azt a megoldást keressük, hogy valamilyen időszak alatt hogyan tudunk alkalmazkodni ez a helyzethez. Vannak ennek technikai megoldásai, a hőszivattyús rendszer, az ma jelentős mértékben csökkenteni az ebből adódó károkat, ha ott nem vezet be a kormány, vagy valamilyen szigorítást, de hát az a legkorszerűbb, a legenergiatakarékosabb, de nem fog meg a napelemes rendszert, de nem tudott kiépíteni augusztus 1-ére mára. Tehát a bejelentették július 16-án. A bármelyik cég, amelyik napelemet vállal, jövő tavaszra vállalta eddig. Mert már eddig is akkora volt az igény. Most olyan sokszoros igény lesz, hogy valószínűleg rövid időn belül jövő őszre vagy jövő utára tudja a telepítést vállalni. Ebben az időszakban meg kell érteni, hogy én nem tartom luxusnak, nem tartom luxusnak a klímát, de hogy ne, vagy ha a pénztárcát valamilyen szinten megengedi, akkor csak 30 fok fölötti melegbe állítsd be. Ahogy is el kell kapcsolatban nyáron a klímát az energia oldaláról. Télen meg nem 24-25 fok, ami egészséges, a 23 végképp egészséges, hanem ha a pénztárcád megengedi, akkor 21 fokra. Ha csak azt engedi meg, akkor 20-ra is, ugye ezt mondtam el. Ha csak azt engedi meg, akkor 16-ra. Egyesek fűtsed föl a lakásodat, vagy 18-ra, mert ekkor lesz az az összeg, amit te átnéztük. És igen, nekem is a családomnak kellett értetni, hogy vedd már elő. Tehát vegyük elő a villany és a gázszámlákat, tehát a családomat értve nem csak a sajátomat, hanem a gyerekeimét is, és a környezetemben, és nézzük át.
és nézzük meg, és pontos számokkal nézzük meg, és utána ezt hasonlítsuk össze a lehetőségeinkhez, és ennek megfelelő intézkedés hozni. Nem majd ma, ezt ugye augusztus 1-e előtt tettem. Tehát, hogy augusztus 1-én már az eldöntött elvek szerint kell lépni. De ha valaki ezt még nem tette meg, tegye meg ma. Mert 5 nap alatt esetleg, vagy 4 nap alatt még nem bukott annyit, mint 8 nap alatt, és nem mint 15 nap alatt, és utána jönnek azok a számok, amit utána nem lesz képes kifizetni, úgy, mint a devizakárosultak. Úgyhogy van ilyen mód, van ilyen lehetőség, igen, meg kell nézni az ételeknél, hogy nem tudom, és ne vegyétek rossz néven, csak segítenek az ember. A gyümölcsleves hidegen készíthető el. Tehát, hogy folyamatos főzéssel a dolog elfogy, a gáz tűz helyed van, meg az áram is elfogy. A lámpák, a LED lámpák nem fogyasztják el. A tévé nem nagyon fogyasztja el, de azt is gyakrabban kapcsolt ki, mint eddig. A hűtőgép nem nagyon fogyasztja el, ezek nagyon energiatakarékosak az egészben. A villany tűzhely azonban igen, az óriási fogyasztást csinál. A mikrohullámú sokkal kevesebbet. Tehát az sokkal gyorsabban melegít, sokkal kevesebb energia felhasználással, mint ha a tűzhelyen, a villanytűzhelyen vagy a gáztűzhelyen melegítenéd föl. Tehát, hogy ezt érteni kell, és lehet azon gondolkodni, hogy igen, hogy nekem mesterszakás barátaim vannak, le fognak lőni, ütni, akármit csinálni, de vannak olyan ételek, akkor a legfinomabb a hús, hogyha lassú tűzön 3 óra alatt csinálod meg, vagy 6 óra alatt. Nem adok most itt, hogy is hívják, utána tudnék nézni, mert de tudom, tehát ugye meg szerettem az ételkultúrát is, tehát az egész, vagy van olyan, hát most nem lehet úgy csinálni a húst. Meg kell elégedni avval a verzióval, amit gyorsan megsütök. Tehát az egészében, mert nem tudom, tehát az nem jön ki. És hogyha gáztűz helyen volt, akkor 7-szeres áron nem jön ki. Mert hogy biztosan befutok abba, hogy a nem védett kategóriába. És a 7-szeres árnak a felé az állam lopása, az gazság. De ellopja. De ellopja. Tehát ezt kell értenetek belőle. Elköszönök, már azért is, mert tudom, hogy sokaknak vannak ilyenkor nyári kötelezettségei. Szállodákban még talán éppen adnak vacsorát. És vannak olyanok, tudok róla, akik megtiszteltek az, hogy azt mondták, hogy félig hallgatlak, de a maradékot azt szeretném a szállodába megenni, és jó étvágyat kívánok neki, és már ne is hallgassatok, hanem menjetek. Minden jót kívánok nektek. Fogom még keresni a lehetőségeket. Közzé fogom tenni, akár soron kívüli adásban is. Megtiszteltek, ha figyelitek egészében. És köszönöm a mai figyelmet, és meleg hétvége van, tehát aki teheti, az menjen és élvezze ezt a nyári hétvégét és annak a szépségeit. Figyeljen a gyerekekre, unokára, stb. Szervusztok! Mindenkinek viszontlátást kívánok. Ilyenkor illik kinagyítanom a képet. Szervusztok! Így akarok elköszönni tőletek. Szép estét!